tervező, mindig tervezel, egyszer úgy ébredtem föl, hogy most nem tervezek, hanem megpróbálom a gondolataimat rendezni, és írtam 20 olyan mondatot, ami iránytűként kell, hogy szolgáljon a tervezésnél. Ezek nekem jelölő mondatok, mint a határkövek, vagy a útjelzőkövek. Ugye légirányításban ezek a fények, és ezeket a hívószavakat helyeztem el a honlapon, tehát akárhányszor fölkapcsolja valaki, mindig egy másik gondolat fog belépni az oldalra, és legyen az építész, laikus, csak útkereső, kíváncsi, gondolati turista, az találkozzon egy ilyen mondattal. És ez az erő, ez a láthatatlan erő, az, ami életbe tartja az irodát. Ez erről szól. Itt sikerült egy teljesen egységes, minden oldalról egységesen fotózható és élvezhető teret kialakítani. De ami még fentebb emeli talán ezt a stadiont, ugye a hasonló stadionok körében, az maga a használat. Tehát ennek az épületnek is egy felső használati szintje van. Tulajdonképpen a felső kerengő része az egy közpark, a közhasználatnak visszaadott terület, míg a belső területen megmarad ugye a stadion és az ahhoz kapcsolódó lelátó. A mi reményeink szerint ez is egy nagyon pozitív társadalmi visszhangot fog kapni. Én már alig várom azt a pillanatot, amikor visszajöhetünk ide kollégáimmal, Marcellékkel, és élvezhetjük azt az életet, azt a nyüzsgő életet, amit remélhetőleg az üzemeltetés során létre fognak hozni. Ha inspirált az embernek valahogy az élete, akkor ami jön vele szembe, az természetes módon inspirálódik. Tehát ez egy véget nem érő láncolat, aminek egy elemeként az életembe belépett. Ez a nemzetközi tervpályázat, ez a helyszín, és valószínű véletlenek nincsenek. Mindig akkor lép be valami az ember életébe, amikor azzal a dolga van, ebbe hiszek. Tehát az inspiráció az maga a szembenézés a valósággal számomra. És ezt a valóságot próbáltam térbe emelni, ami bennem zajlik. Egy olyan komplex létesítményt sikerült létrehozni, ami valóban sok helyen jártam a világon, nincs még egy ilyen.